Agyon Isten jó ebből! Hát jó ebből, állj te meg! Á, jó napot, á, erre jártam, aztán látom, á, itt te valami zöld fény volt, de mi volt ez? Azon semmi sem. Mert csak elfázott a szeme szerintem. Hát én nem értek az ilyen dolgokkal, hát ugye én másra foglalkozok itt, aztán gondoltam ellomagolok erre, pedig hát találkozok valakivel. Na mondom, van ami nekem elképzelése meg két dologra, aztán meg akartam kérdezni az embereket, hogy ugye nagyon nehéz itt a mostanában találkozni valakivel, és akár mondjuk odaföl negyedül, aztán fejem a kosokat. Gondolom, hogy a magányos lehet, bár a magány az olyan jó dolog. Mert a beszédéből ítélve, olyan se józan eszémi, a jó gondolom. Mit nincsen? Nem is sejtettem. De látom, szereti az állatokat, igaz? Felséges jó szemben vannak. Az állatkákat szeretem. Igazából van ez a két kis állatkám, ezekkel szoktam én mondjam a vadászni, aztán megvédenek engem, mert elég béna ijász vagyok én ám egyébként, de hát én nem értek a kartforgatáshoz, aztán inkább ijászkodok, tudja rá, hát ez én két drága, mert a főkártyak nagyon sokat kérnek ám a jó ijaké. Aztán csinálom a fejvakkosokat, és akkor abból csinálom a pénzt, tudja, és abból vásárolok a kőkemény munkából. De úgy vagyok vele, hogy már egész jó megy az üzlet, tudja, aztán szeretnék csinálni valami olyat, amivel még többet tudnék egy kicsit keresni pénzt, meg sok emberre tudnék találkozni, mert egyedül fejni a kosokat nagyon unalmas el. Nagyon sok pénzt tudás legkeresni, nagyon sok tirabdásában arra még nem gondolt. Mit mond, nem értem, mit mond, a csirke feje van magának, aztán nem nagyon értem a mögül a hangját neki. Szóval azt akartam mondani, hogy akarom csinálni valami atlos, hát tudja, már tudok jó főzni egyébként, egész jó kajákat, meg rengeteg féle itókát is el tudok ám készíteni, aztán gondoltam, hogy mi lenne, ha már az emberekkel nehéz találkozni, hogy csinálnék valami olyan, mulató helyet tudja, ahol olyan finom ételeket lehet lenni, ami hasznos is tudja. Ez igazán szép gondolat. Ha igazán megfogok, mert nem mondott nekem már semmit, tudja, ilyen izé, ezt meggondoltam, tehát aztán jó van. Hát, azt tudja, hogy ott találkozok az még emberekkel, hogy meg tudjam kérdezni, hogy hol lenne jó, ha lenne egy ilyen kajáda, vagy valami hasonló, mert a farmomat oda vinni, tudja, a kosáimat, mert nagyon jó a tejük, mert tényleg, hogyha nagyon nekiáll az ember, egész nap, hát attól mondjuk ilyen szálkás, tudja, hogy a kosokat fejem. Szóval nem bírom. Kéktem, ne csináld ezt velem. Na, szóval ott találkozatok emberek. Akarok ki valami hirdetőst, vagy valami ilyesmit a papírokkal, vagy ráírom, meg meg kéne mondta felkártyokat, vagy valakit, vagy maga tud írni én rendesen, mert nem tudja az, hogy... Nem be sem unatkoztam, mert nem, már legyek, már ilyen buká, izé vagyok, ajzen vagyok, én jó napot kívánok magának, itt. Kedvező Meiser, hogy ez az én nevet nem mondom el, de tudok önnek kicsit segíteni. Felgárban tud híret is feladni, hogyha arról van szó. Az arra járók majd látni fogják, és felkeresik önt, ha gondolja. Ó, hát de nagyon jó, de nem akarom én, hogy mindenkor a följárkáljon, tudja, azért ott jó, én nekem a fő is, akkor csak tudja, hogy kicsit fáradtságos munka, hogy a kosok tehét mindig leszállítani Starboltba, meg megerjeszteni, meg ilyenek aztán, utána úgy voltam vele, hogy nem lenne annyira rossz, már valami ezzel tudja, kulturális helyet csinálni. Kulturális helyet csinálni, basztok, én akarok kulturális helyet csinálni, ez. Ott a kutarjának. Na, mit tud mondani maga, mert nem tudom, mivel foglalkozik egyáltalán. Én csak így megláttam, ilyen zöld fosokat eregett, hogy a kezébe maga, aztán azt gondoltam, hát, magával már csak tudom beszélni, mert nem szoktak az emberek csak úgy ilyen zöld felhőket engedni a kezünkből kifele.
Hát, hogy alkimiával foglalkozom elsősorban, itt most fegetem már ilyához, ha ennyire érdekli. Bár önből kiindul, azt nem gyorsan el fogja felejteni, nem úgy néz ki, hogy gyorsan bámoz össze. Hát én nem tudom, mi a fene, amikor ott jártam fönt maguknál, ott, azt hiszem, a maga ilyen mágus gyerek, akkor mi a fene, ott volt egy ilyen különböző ilyen tucokat, fényes körök, azokat megsimogattam, aztán az egyiknek elájultam, nem bírtam fölkelni, az a fehér csávó volt, aki fölkeltett, aztán talán mutatta, kérdezte tőle, hogy mentem én be, mondtam, hogy találtam egy lukat a falon. Aztán nem tudtam ki ez az ember, nem tudtam, hogy mit csinál, aztán elmenekültem a francba, megijedtem, basszú. Leharmadt az anyám. Hát most igen, még készen csak nem voltam megventúl, és betört egy úgymond szent helyre. Hát én nem törtem be, minden nyitva volt apukám, minden nyitva volt a fő a falatok, a lukás volt, az ajtótok nyitva volt. Én nem tudtam mi van ott, a fényes fogot megsimogattam, az elájultam tőle. Nos, igen, ezek ilyen mágikus erekjék, lehet, hogy még nem hallott róluk. Ha nincs bizonyos tudása birtokában, akkor képesek megölni akár önt. Legközelebb azért már simogassa csak úgy felületlenül őket, bármennyire fényes is. Hát én nem szoktam annyira fényes dolgokat simogatni, tudja, ilyen érdes, fehér dolgokat szoktam megfogni maximum, hát állát a tojásokat el szoktam pakolászni, meg a húsokat, meg néha... néha meg szoktam, hogy csinál, megfogtani a húsikát, ugye, szépen bepanírozom, tudja, akkora jó, amikor érzi az ember az ujjai között, amikor még az elkező alatt még ott van a melegség, tudja? Finom, lehet érezni a koszt ízét, még meg se sült, és már finom. Azt hittem, én nagyon ritkán látok ám értékes dolgokat, onnan én jöttem, hogy nem voltak ilyen hasonló dolgok, tudja? Aztán ott megfogdostam ezeket, meg olyan szépek voltak, hogy csalogató volt, meg volt az egyiken egy kézlenyoma, tehát rátettem a kezemet. Hát én nem tudtam, hogy az meg fog engem ott állítani, jó, meg is égettem a tenyeremet. Azóta nem érzem a kosok csöcsét. Nos, hát ez ilyen kellemetlen lehet. Azért ne szorítsa meg túlzottan azokat a csöcsöket. Hát azokat nagyon szorítani kell, mert nem azaz valami sok telep, megmondom neked az őszintén, meg elég sűrű, ha nincsen csak gyorsan felhasználva. Ha nincsen gyorsan felhasználva, akkor elmegy még az ide is. Igen, mert ha nincsen tej, akkor nincsen soha, és meg gondolom hasonlók. Jó ember, ha nem gondol, kicsit én odébb állnék. Gondolom, meg is van gond, dolog a még. Jó, menjen csak, hát ugye mi a fel a kapban, azt csinálom, amit mondottak, elmegyek ebbe a főkapba, valahova föltűzök valamit tetni, vagy nem tudom én micsoda. Megírom ezt a papírocskát, már amennyire emlékszem, szerzek valamit, meg szeret, vagy valami, aztán abban fölkarcolom rá. De ennyi, jó, rendben van. Mi a fele?